Mindkét csapat számára rendkívül fontos volt a mérkőzés, amelyen a hazaiak előtt adódott az első lehetőség, a 14. percben Latifi került helyzetbe, Felipe azonban megmentette csapatát a góltól. A 17. percben ember előnybe került a kisvárda, Grozavos Sós buktatta a 16-os előtt, a játékvezető pedig kiállította a felcsúti futballistát. A szabadrugás Gosztonya a kapu jobb felső sarkába lőtte, megszerezve a vezetés csapatának. A 32. percben Grozav már eljutott a lövésig, a 16-os előteréből kapura küldött labdája pedig a jobb alsó sarokban kötött ki. A 43. perc elején Gosztonyi volt önzetlen, Ivics azonban gólhelyzetben rosszul talált el a labdát. Az 55. percben megszerezte harmadik gólját a kisvárda, egy tökéletesen végigvitt támadás zárásaként Melnyik passzolt a kapuba. A 70. percben büntetőhöz jutottak a vendégek, Negruttal szemben Nagy Zsolt szabálytalankodott a 16-oson belül. Horváth Zoltán a jobbra vetődő Hegedűs mellett a kapu közepébe lőtte a labdát, beállítva a 0-4-es végeredményt. Megpróbáltunk eredményes futballt játszani, így utólag már ezt tudjuk mondani, és célfutballt. Úgy gondolom, hogy az első fél időben a játékosok azt csinálták, amit megbeszéltünk, vezetünk nagyon-nagyon veszélyes kontrákat, és nagyon jó százalékban használtuk ki a lehetőségeinket, és azt mondom, hogy ez el is döntötte a mérkőzést, és akkor, ha nem mondjam, tehát megtörtént a kiállítás, és onnantól kezdve úgy gondolom, hogy csak rajtunk volt a mérkőzés. A Puskás Akadémia vezetőedzője szerint az első negyed óra végén történtek, alapjában határozták meg a találkozó kimenetelét. Jó kezdtük. Végünk ki hanem muszáj 1-0-ra vezetni, volt egy nagy cicer, de ott is lehetett ezt a különbséget látni. A mi csatárunk nem megy el a belső védő előtte, hanem egyenesen viszi tovább a labdát. Ha jobbra megy, utána ott is már lehet a piros lap a belső védőnek, a kisvárdának, és pont úgy mi csak a cicerre megyünk, és nem rúgjuk be, és már azt hiszem két perc később pont a kis vádadó a csatár beindul, és pont a mi védünk ellen, vagy mi szélsünk ellen próbálja átmenni a másik felére, és utána van ez a kontakt, ja, és utána abban a pillanatban az utána a piros lap, mi passzol az egész szituációnak, hogy ez a szabadrúgás mindjárt be is megy. A találkozó után a Puskás Akadémia felmentette a munkavégzés alól Radoki Jánost. A 27. forduló további eredményei a következők: Ferencváros Paks 3-0, Újpest Mezőkövesd 2-1, Diósgyőr Szombathely 0-1, Debrecen MTK Budapest 3-1 és Budapest Honvéd Molvidi FC 0-1. A tabella élén a Ferencváros áll 61 ponttal, megelőzve az 53 pontos Molvidi FC-t. A 28 pontos kisvárda a 10. helyen várja a Diósgyőr szombati vendégjátékát.